Halló, halló! Boldog új évet mindenkinek, egészségben és sikerekben gazdag. Boldog új évet kívánok kedves nézőimnek. Sziasztok! Boldog új évet 2017. Hú, itt van lehetőség, remény, minden. Új év, új remény. Kezdjünk is bele. Pár szót mondanék a időjárásról. Szar időnk volt a héten, nagyon szar volt. 22-25 fok körül. Felhős, nem volt az az igazi jó idő. Nem. Szar időnk volt, de meleg volt. Még egy pár szót az előző videóról. Még mondtam ugye, hogy a pókok, meg az ilyesmik, a szúnyoghálom, minden. Olyan pókot láttam, mint még életemben soha. Rendesen azt hittem, hogy ez egy levél, vagy valamilyen bot, vagy valami, ami oda van ragadva, vagy még nem láttam olyat. Tehát erről van szó, nem tudod, hogy mi vesz körül. Lehet megcsíp, lehet meghalsz, lehet pókember lesz belőled, nem tudhatod. Ezért kell a szúnyogháló. Na, de mindegy, nézzük a hetet. A hét az nem volt az az igazán dús hét, mivel a suliban most szünet volt egy hét, kemény egy hét szünet. Visszasírom még azt a gimnáziumi szüneteket. Nem is csináltam semmit így a héten, inkább pihentem, edzettem, ettem és aludtam. Aztán szombaton még melóztam, tehát 31-én 4-ig. Hazajöttem, aztán bementünk a kedves kis családommal a tűzijátékot megnézni. Hát alapból tömeg volt már a vonatom. Tényleg a városban is ennyi embert én még nem láttam. Rengetegen voltak, és annyian voltak, hogy elvesztem térben és időben. De ezt hagyján, de még olyanokat is láttam, amit nem akartam. Rendesen a töltött galambok miniszoknyába, és 3/4 melle kim van neki. Mondjuk azt nem bánnám, de azért a teste az is legyen már olyan jóféle, mint a melle. A legnagyobbat a hableányka ütött, a kis hableány. Gyerekek, hát én még nem láttam. Rendes a nő felveszi a szilveszterre, amikor tudnivaló, hogy tömeg van, nyomor van, a koszorús lány kísérős hableány ruhát. Nem tudtam hova rakni. Jót röhögtem rajta, de alakja az perfekt volt. De a legjobban az emberek hülyesége tett be. Mi magyarok nem vagyunk ilyen hülyék. Ott kezdődött, hogy végig kellett sétálnunk egy utcán, és mindenhol volták, hogy be vannak zárva, mert tele vannak már azok a parkok, ahonnan jól lehet látni a tűzijátékot. És akkor mindenki ott próbálgatta a biztonságőröket lefizetni valahogy, hogy engedj már be. Mi megérted, mentünk egyenesen tovább, mentünk, ez tök jó helyre kerültünk, a Harbour Beach alá, és teli beláttuk a Sydney Opera házat. Olyan fél tizenkettő körül beállunk oda. Tömegben nem is voltak akkor még sokan, beállunk a parkba, hú, ez nagyon király hely lesz. Na hát akkor telt múlt az idő, jöttek az emberek. A kordonnal volt elválasztva egy faltó, hogy nehogy leessenek az emberek, ahogy nagyba bámulják a tűzijátékot. Mi meg ott hátrébb álltunk, ugye, hogy nem takarjon ki semmit, pont jó. Elkezdődött a tűzijáték, megindult az egész nép a kordon felé, vittek szinte magukkal. Nem értettem, hogy mi a szarnak mennek előre, hogyha nem fognak látni onnan semmit, mert mi az a 2 méter most azon a 500 vagy 1 kilométeren, most ez nem mérvadó. Érted, aztán ott mögöttem nyomul a kínai nő, hogy azért fotót akar csinálni oda előre, aztán hátra nézek neki, mondom, hagyjál már te! Na, ja, aztán elkezdődött a tűzijáték, nagy sikongás, minden, lőtték fel a hajókról, az operaházról, mindenhonnan a tűzijátékot. Make me on fire, ambulance, nehogy letétsen a YouTube szerzőjogok sértése miatt. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem volt nagy durranás. Ahhoz képest, hogy mekkora világváros, hát semmi extra nem volt benne. Jó, most lőttek fel ilyen szívecske, meg lóhere alakú cuccokat, de hát akkor is már adjuk már meg a módját a 2017-nek. Viktorunk jobban oda teszi magát, hogy szórakoztassa a népet. Itt csak 12 perc, otthon fél óra. Gyerekek, nincs miről beszélni. Mindenki menjen haza.
Meg kell, hogy mondjam, hogy kevés volt a biztonság. Csak sok köcsögben. Rengeteg rendőr volt, de azok mind kint a helyek körül, ahol nézni lehet a tűzijátékot. Bent arab emberek szakállal, securitys pólóba járkáltak ott körbe közöttünk. Persze valószínűleg ők miattuk lesz biztonságérzetem. Hát kösz. Kösz. De kín nagyon sok rendőr volt, mi az járőröztek, nézték az embereket, milyen állapotban vannak. Sok lovas rendőr is volt. Sanyi kom! Nesi! Sanyi! Ennyi volt az játék, aztán mentünk hazafelé, mögöttünk az egyik japó, vagy milyen is tudom, húzott szemű csávó. Nagyon nézegettem, hát nagyon mozog neki a lába feje. Rendes bealudt az ember a vonaton. Olyan kényelmetlenül feküdt, hogy nem hittem el a szememnek. Na, ebből csak annyit akarok kihozni. Pont 2 hónapja vagyunk itt kin, és egy kis tapasztalatom már van ezekről az ázsiaiakról. Mégpedig az, hogy ezek imádnak szenvedni. Még nem láttam egy olyan embert, aki mosolyogna és a szívét, lelkét beladná mindenbe, amit csinál, hanem nem, ezek szenvednek. Azért is mondom, mert ez a csávó például a vonaton, ez is látszott rajta, hogy oda van, meg érted, minden baja van, világfájdalma. A másik példa pedig az, ha dolgozok ugye az ázsiaiaknál, én vagyok egyedül európai, vagy ez ilyen fehér ember. Nincs semmi fai problémám velük, csak elmondom ezt a nézőpontot. Ugye nem tudom, aki ismer engem közelről, meg minden, tudja, hogy én ilyen kis mosolygós, álló, mizu. Mosolygok a csajszikra is, ott a benn, a kollégákra, a japánok, mint a vietnámi malájokra, mosolygok, minden, és akkor visszaszólnak, hogy valami baj van? Valamit rosszat csináltam? Nem, miért? Ha mert itt röhögsz rajta, mondom, ez a röhögés, hát te hülye vagy. Nem vágják így a lapokat, nem tudják ezt így feldolgozni. Európában vagy nálunk, megérted, mindenki mosolyog, visszamosolyog. Itt nem, ha kínaival csinálod. Jaj, eltad meg a stuszpoén. Vége volt a tűzijátéknak, hazamentem, aludtam és hulafáradtam. Még be kellett mennem még dolgozni január 1-én. Ott, ahol vagyok, de kávézóban körülöttünk. Semmilyen kávéza nem volt nyitva, csak mi január 1-én, 7 órakor már nyitottunk. 7 óra előtt ott vártunk az egyik csávon, már 7 óra sehol semmi. Jön a főnök. Olyan piaszaga volt a csajnak, a vietnáminak. Pizsomába jött le a csaj, most lakik szembe a kávézóval. Pizsomába jött le, kinyitotta nekünk, azt mondja, ne haragudjatok, visszamegyek, felöltözök, jövök vissza. Egy órába tert neki, amire visszajött. A csaj az olyan másnapos volt, hogy mondta is, hogy csináljátok meg, ami kell, én beülök a sarokba, és ott el leszek. Na mondom, jó, neked megbocsátok, nyugodtan legyél ott. Olyan jogat rögtem. Ennyit a húzott szemekről, eléggé furcsa népség. Aztán még egy kis kultúrát hadd csempészek be ebbe a kis videóba. Na, képzeljétek el, hogy állomások körül, ahol ugye nagyon sok ember jár, raknak ilyen kis házikónyit, nagyon picikét, cika házikót, és képzeljétek, az a könyvesbolt. Bárki berakhat könyveket ingyen, el is hozhatja, és akkor csak olvassák, hogyha kiolvasták, visszarakják. És azt én is megnéztem ezt a kis könyvesboltot, és én is találtam magamnak tetsző könyvet. Még egyszer boldog új évet nektek, köszönöm szépen, hogy megtekintetted a videómat. Remélem tetszett, ha valami kérdésed van bármiről, ami Australia, akkor ne habozz. Kérlek, hogy ezen az e-mail címen küldd el a kérdésedet, én pedig a következő videóban meg fogom válaszolni, bármilyen kérdés legyen az. Köszönöm szépen akkor a megtekintést, legyen szép évetek, vigyázzatok magatokra, egy hét múlva találkozunk, sziasztok!